A színfalak mögé benézni, egy rendezvény előkészületeit végigkövetni mindig izgalmas dolog, pláne, hogy nem a stábnak kell jelen esetben a kiállítási anyagot felrakni. Kényelmesen a szemlélődők helyzetéből követjük végig a folyamatot, és közben meg is akasztjuk kicsit a munkát. De persze a fotós Retkes Tamás is szívesen mesél, mi hova kerül, és néhány kép kapcsán persze jönnek a sztorik is. A vörös bundája miatt vettem észre. Szépen becserkeltem, egyre közelebb mentem hozzá, de itt már ő is észrevett. Hagyta, hogy azért egy-két képet csináljak róla, aztán el is illant. Az I. és Gyula megyei könyvtár előterében Retkes Tamás Gemenc című fotó kiállítása kell lassan életre a falakon. Gemences képek ezek, mind, egytől egyik, természetképek. Nem a legfrissebbek, ezek régebbi képek, ilyen 2010-13 közti. Tehát itt még inkább a természet, illetve az állatok azok távolabb voltak. Mert régen nem volt olyan technikám hozzá. Most már van egy olyan objektívem, amivel egész közel tudom hozni az állatokat. Én a természetet mindig szerettem, szeretek kirándulni. Itt Szekszárdis környékén nagyon sok szép hely van, de elsősorban azért inkább tehát az egész Magyarországot szeretném megismerni, megfeltérképezni. A természet fotózása a szívemhez legközelebb, de sok minden mást is fotózok. Magát várost, Szekszárdot, különleges 360 fokos gömbpanorámákat is csinálok, épületeket. Az embereket nem szeretem annyira fotózni, az egy nehezebb műfaj. A képek árulkodnak Tamás, a fotós és a Gemenc szoros kapcsolatáról, de még közel sem fedte fel magát neki teljesen a természetvédelmi terület. A Gemenc óriási, nem csak itt Szekszárdon van, egész Bajáig lemegy, meg még tovább. Hát ezt szerintem életem végéig fogom kijárni és föltérképezni. Ez egy cél például, ami előttem van, szépen megismerni. Itt a Szekszárdis környékét részét ismerem, most oda járok ki. Szerencsére a kinti erdészekkel, vadászokkal jobban vagyok, és engedéllyel járok ki. Tehát ez fontos tudni, hogy nem lehet csak úgy kijárni, zavarod a vadakat, vadászat van, stb. Illetve hát a kék túraútvonalon bárki mehet, de sajnos egyre többen letérnek, és ezzel zavarják az erdészek munkáját. Ha én kimegyek fotózni, előtte mindenképp beszélünk. Telefonon felhívom eleve, hogy tudják, hogy hol vagyok, mehetek-e, van vadászat, vagy hajtás, vagy bármi. Mindenképp tudják, hogy ott vagyok, illetve persze szoktunk egymásnak ötleteket adni. Van úgy, hogy én kérdezem meg, hogy merre vannak, ők merre látták éppen a nagyobb szarvasrudlit, de van úgy, hogy én mondtam, hogy az aranysakát hol fotóztam, és azt hát sajnos ki kell lőni. A kék túraútvonalat szerintem nagyon nagy szerencse kell, hogy egyáltalán állatot lásson valaki. Nem a kék túraútvonalon közlekedek éve. Fotósként tehát, ha nincsen engedélyed, a túraútvonalon nagy mázli kell, hogy el tudj kapni kameráddal olyan hasonló pillanatot, amikor szinte visszaköszön rád a vad a képről. Tamásnak a kiállítási anyagot szemlélve nem egy hasonló adrenalin löketes élménye van. Van több olyan pillanat, igen, amikor az embernek elkezd dobogni a szíve. Én igazából a vaddisztóktól tartok egy kicsit, de ugye nem kéne, úgy tudom, hogy azért nem kell tartani, a vaddisztón is jobban fél az embertől. Volt olyan, hogy egész közel jött, megindult felém, de aztán ezek csak ilyen ijesztgetések voltak, és aztán elment. Aztán volt még egy szép pillanat, amikor egy szarvasternet fotóztam a távolba, és egyszer csak kijött egy róka, oda ment a szarvastehénhez, és mintha szólt volna a tehén, hogy nézd, ott egy fotós, hátra nézett a róka, kösz, hogy szóltál, és elment. Ez így zajlott le. A szarvas az egyik legszebb állat, ami nekem az egyik kedvenc állatom.
nagyon szép, viszont ők nagyon óvatosak. Tehát ez úgy van, hogy a teheneket küldik előre, ők derítik föl a terepet, és aztán a legvégén jönnek mindig a szarvasok. Tamás fotóival a közönség a National Geographic ismeretterjesztő magazin online felületén is találkozhatott már. Mindenképpen nézem magamhoz képest is, hogy fejlődök, de nagyon sok fotót nézek más fotósoktól, és akkor megy el mindig a kedvem fotózástól, hogy te úristen, én el vagyok maradva, mennyivel jobb képet csinálnak, de ezek mindig hajtanak engem is, hogy arra hajtsak, hogy ha valami hasonlót legalább tudjak. Én magamnak készítem a fotóimat, nekem tetszen, és nekem vannak elvárásaim a képpel, nyilván én ahhoz tartom magam, hogy természetességét tartsa meg a kép, nem szeretek belenyúlni, nem szeretek hozzárakni, kivenni, tehát így látom, ez így is volt, és ezt szeretném megmutatni embereknek, és hogy ez, ha nekik tetszik, én nekem ez plusz dolog, nekem tetszik, én azért mutatom meg. Most például itt, az I. és Gyula megyei könyvtárban a Gemenc nevet viselő fotókiállításom.